Sziasztok! Ma Lego Jurassic World magazin unboxing. Hát nocsak. Nem volt mostanában a Jurassic magazin se, és hát persze mit kapunk hozzá? Owen Gredit és Raptort. Nem lenne, ahogy nincs Karácsony Kevin nélkül, hogy nincs Jurassic World Owen Gredi nélkül. Viszont a videó végén majd itt megmutatok valamit ezzel a helikopterrel kapcsolatban. De egyelőre nézzük is, hogy nézzük meg, mi lesz a következő számba. Raptor Baby és DNS labor szekrény. Ne. Ezt az nem volt odaírva, hogy mikor jön. Na mindegy. Leoperáljuk a takonyról a kártyát. Ez mi ez? Baryonyx? Az hát. Hungry Baryonyx, éhes. Elszabadult és nem kapott kaját. Milyen jó csillogós kártya. Veszedjük erről is a taknyot. De még megnézzük előtte a posztereket. De jó, leesett itt egy legó. Na szóval, készítsünk egy dinoszauruszt. Ugye ő a Jurassic World Nublar sziget legendáiba volt sorozatban bent ez a csaj, akit nem ismertek el, mint kutató. Aztán bosszút esküdött lényegében. Nézzük a hátoldala. Hú, ez egy Stiggy. Aha, kemény fejű Stiggy. Ugye? Ő is felbukkant a Dave sorozatomba a csatornán párszor. Na, de nézzük akkor a helit. Hát mondjuk azért ehhez kell tutoriál. Na vajon magazin vége, eleje. Hol lesz benne? Úgy, na végre. Hát ezt nem kell sok elemből összerakni. Feltéve, ha nem lesz benne hiány. Jó van. Ugye itt látható a kis raptor. Milyen lila izéje van, ilyen mintázata, mint a Tini Ninjából a Donatellónak, nem? Rajta van a szemkendő. Nagyon komoly. Ugye tipikus Owen Gredi. Gyűrött pulóver, vagy ilyen inkszerűség, ilyen szokásos ilyen fancsali vigyor, meg ilyen mérges arca. Ez a vigyor jó lesz. Nézzük akkor a csodás kopterét, hogy bár az első ránézésre is nagyon ótvarnak néz ki és gagyinak. Nem mondom, megveszem, mert úgyis mindig megveszem az ilyen figurás magazinokat. Ezt akkor legalább van tartalékfigurát, mondjuk Owen Grediből szerintem világ vége lenne, se fogyna ki belőle senki, mert annyi van. Az oda, oda. Rámegy egy olyan. Ezek a mikrokopterek, ezek amúgy tényleg ilyen nagyon gagyi. Ennyire leegyszerűsített cucc. Na, például itt nem is mutatja, hogy a izé. A rotor, tehát az újság nem mutatja, hogy a rotort rakd rá ezt a cuccot, és utána
így bele. Ja, nem fordítva, tessék. Így kell rárakni a propellert, de itt nincs ide rakva, vagy ide írva, hogy azt hogyan csináld. Jó, hát mondjuk könnyen rá lehet jönni, de most mit tudom én, valami kisgyerek így gondolkodik, nézi a magazint, hogy mi a fene, aztán semmi extra. Érdekes. Így is lehetne a lába, de hivatalosan így van. Lába, hát a helikopternek ez a íze. De hát ez mennyire ócska gagyi, most tényleg nem akarok senkit ezzel megbántani, de ilyen gagyi egy kopter utánzatot. És így azért mondtam, hogy videó végénél, mert ugye még a videózás előtt, mikor vettem már akkor is Jurassic magazint, adtak hozzá egy helikoptert, ami a Jurassic magazin kollekció videóban is már látszott, és egy ilyen. Tehát azért ez messze menőleg jobb, tehát ugyanúgy Raptort kapott ő is, Owen Gradyvel. De ez a helikopter azért mégiscsak messze menőleg jobban néz ki, mint ez. Most akárhogy megnézed, ez egy minikopter, tényleg ilyen sokkal jobban néz ki. Most ez mi? Tehát egy lehajtható ilyen gagyi valami, hogy ez, és akkor beülsz ide, és akkor ilyen brrrr, tehát egy ilyen gagyi izéfa, tehát semmi átcsó. De na, tényleg, tehát ez nagyon gáz már, hogy ilyet adnak hozzá a régihez képest. Na, hát ennyi lett volna ez a magazin unboxing, ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!